Sziasztok! A mai videóban bemutatom nektek a Föld 10 legveszedelmesebb kígyófajtáját, amiket jobb, ha elkerülsz. A keleti korallkígyó. A keleti korallkígyó kicsi és karcsú testű, kerekfejű kígyó. Elterjedési területén az Egyesült Államok délkeleti és déli részén, valamint Észak-Kelet-Mexikóban gyakori. Száraz erdőkben vagy avarban lapul. Átlagos hossza 70-110 cm. Nappal és éjszaka egyaránt mozog, tarkasága miatt harkeking kígyónak is nevezik. Nagyon szép színei vannak, vörös és fekete széles foltok tarkítják a testét, melyeket sárga keresztsíkok öveznek. Nehéz megkülönböztetni az ártalmatlan fajoktól, melyeknél mindig két fekete gyűrű vesz körül egy világosat. Elsősorban gyíkokkal táplálkozik, tojásrakó, fészek alja 3-15 tojás. Eddig két halálos támadást tulajdonítottak ennek a fajnak, melyek az 50-es években történtek. Egy felnőtt korallkígyónak annyi mérge van, hogy 5 felnőtt férfival is végezni tudna, egyetlen harapással azonban nem tudja az összes mérgét kipecskendezni. A halál 1-2 órával a marás után is bekövetkezhet, ha nem kezelik időben a sebet. EFA. A kobránál is van veszélyesebb kígyó Afrikában. A támadó kedvéről ismert közönséges EFA. Az EFA pikkelyei jellegzetes hangot adnak mozgás közben. A kígyó elterjedési területe óriási, Észak-Afrikától a Közel-Keleten át Ázsiáig húzódik. Ezen a területen ráadásul rengeteg ember él. A lakosság száma jóval meghaladja az 1 milliárd főt. Nigériában a kórházi ágyak mintegy 10%-át kígyomarások áldozatai foglalják el, és ezek túlnyomó többsége az EFA számlájára írható. Az EFA hatalmas terjedési területe, és az a tény, hogy az áldozatok többsége csak lassan jut megfelelő orvosi kezeléshez, komoly veszélyforrássá teszik ezt a mérges kígyót. Ráadásul sajnálatos módon nagyon ingerlékeny, agresszív kígyó. Gyakran előfordul, hogy az emberre támad. Csekély testhossza ellenére figyelemre méltó méretű méregfogakkal rendelkezik, amelyek a közepesen hatékony méregből is halálos mennyiséget juttathatnak a célpontba. Összességében ez a faj minden évben ezer számra szedi áldozatait. Fekete mamba. Afrika a leghosszabb mérges kígyója, elérheti a 4,5 métert is. A neve megtévesztő, mert az állat nem fekete. A nevére vonatkozó fekete jelzőt az adja, hogy a szája belülről olyan, mint a tinta. Elterjedt az afrikai kontinens délkeleti részein, Szomáliától Dél-Afrikáig. Elsősorban a fás szavannákat, a sziklás hegyeket és a folyómenti erdőket kedveli. Erősek, de a testük sudár, átlagos méretük 2,5 méter, de kivételes esetben elérhetik a 4,5 métert is. A legtöbb mamba sötét, olivazöld, szürkés, barna vagy metálszürke színű. Néhánynak közülük világossá van a teste körül. Az enyhén foltos mamba különleges. A fiatal mambák világos szürke vagy oliva színűek, de ez a szín sötétebbé válik, ahogy idősödnek. A fekete mamba nappal aktív állat. Állandó lakhelyi odó vagy barlang, ahol hosszabb ideig megmarad, ha senki nem zavarja. Általában, ha veszélyt érez, a legközelebbi rejtekhelyhez kúszik. Képes 20 km/órás sebességre is, ezzel egyike a világ leggyorsabb kígyóinak. Tépitekkel ellentétben azonban nem képes a vágtázoló sebességét túlszárnyalni, egy menekülő ember jó eséllyel lefutja az adott helyzetben. Mérge nagyon hatásos, főleg neurotoxin alapú, amely gyorsan felszívódik az áldozatban. A mérge blokkolja az izomidegi kapcsolódásokat, vagyis azokat a jeleket, amelyek az agyból az idegrendszeren keresztül az izmokba áramlanak, így állandó bénulást okoz. Az áldozat a légizmok bénulása miatt fulladástól hal meg. A textilmintás barna kígyó. Bár a legkisebb kontinensen van nála erősebb mérgű kígyó is, mégis a textilmintás barna kígyó okozza a legtöbb halálos esetet. Bár elsősorban az ország keleti felében él, ez a karcsú állat nagyon jó alkalmazkodó képességű és mindenfajta élőhelyen megél, többek között a városok külső területein is. Rugalmas fejével befurakszik a csűrökbe és pajtákba, rágcsálókat keresgélve. Épp ez az emberekhez közeli élőhely teszi, hogy a textilmintás barna kígyó a felelős a legtöbb halálos kígyómarásért Ausztráliában. A veszély fenyegeti, ez a kígyó jellegzetes S-alakba görbül, hogy a lehető legnagyobb erővel tudjon lecsapni. Azonnal tágra nyitott szájjal harap, így ellensúlyozva, hogy méregfogai rövidek. A barna kígyó mérge neurotoxinok és antikoagulánsok életveszélyes keveréke, mely súlyos belső vérzéseket, valamint szív, tüdő és veselleiktelenséget okozva öl. Évente több száz barna kígyó kerül elő lakóházakból, munkahelyekről és környékükről. Befogásukat természetesen mindig szakemberre kell hagyni. Tigris kígyó. A világ második legveszélyesebb mérgű faja, Ausztrália déli részén és Tasmania szigetén őshonos.
nagyon változatos színezetű állatok, melyek nehezítik a felismerést. Általában a tigris mintázatához hasonlóan sávozottak, megjelenésük régiótól függő. Egyedei akár 2,1 méteresre is megnőhetnek. Tojásaikat a testükben költik ki, azaz álleleven szülők. Főként vízparti környezetben fordul elő, ahol általában kisemlősökre és apró küllőkre vadászik. Idegmérge az egyik legveszélyesebb toxin a világon. A legtöbb ausztráliai államban veszélyeztetett fajnak számít. A tigris kígyók rendkívül jól alkalmazkodnak és sokféle élőhelyen megélnek. Száraz, sziklás területeken, erdőkben és mocsarakban. A zsákmányok is változó, békák, rágcsálók és a kedvencük a vészmadárfióka. Az idegmérgek az idegrendszer támadják meg, megbénítva az izmokat és fulladást okozva, míg a véralvadásgátlók megváltoztatják az áldozat vérének összetételét, erős és nehezen elállítható vérzéseket eredményeznek. Csőrös tengeri kígyó. A faj főleg sötét szürke színű, hasa fehéres. A fiatalok oliva vagy szürke színűek, fekete csíkokkal, hosszúk elérheti a 2 métert. Dél- és Dél-Kelet-Ázsia, Ausztrália partjainál található meg, valamint az alaptengerben. Gyakran akad a halászok hálójába, egész nap aktív lehet, levegő nélkül kb. 5 órát bírja. Nagyjából 1,5 mg mérge halálos lehet, viszonylag agresszív, főleg ha eltávolítjuk az élőhelyéről a vízből. Főleg halakkal táplálkozik. Sokan kedvelt eledelként fogyasztják, eleven szülő nagyjából 4-11 utódot hoz világra. A tengeri kígyók által okozott halálesetek 80-90%-áért felelős a csőrös tengeri kígyó. Erősen toxikus mérge neurotoxinokból és mitotoxinokból áll, marásában nagyjából 8 mg mérget juttat áldozatába. A Fülöp-szigeti kobra. A legmérgesebb kobrafaj. Először 1922-ben írták le. Viszonylag rövid, hossza maximum 1,6 méter lehet, aránylag zömök, barna színű kígyó, a fiatalabbak sötétebb színűek. Csokjáját szétterült bordáinak köszönheti. Mint ahogy a nevéből is következtethetünk, a Fülöp-szigeteken fordul elő, és annak is csak az északabbra fekvő szigetein. Élőhelyét alkothatja sűrű erdő, nyílt füves területek, de az emberek lakhelyén is előfordulnak. Veszélye is leginkább ebben rejlik, főleg vizek környékén lelhető fel, kisebb rágcsárókkal táplálkozik, de békákat és más kígyókat is fogyaszt. Marása idegrendszeri bénulással jár és légzőrendszer bénuláshoz vezethet. A mérgét 3 méterre is elköpheti, átlagosan 100 mg mérget juttat az áldozatába. A közönséges krajt. Színe kékes-fekete, hossza elérheti a 1,5 méter. Pakisztán, Afganisztán, India, Sri Lanka, Bangladesh és Nepál területén honos. Az őserdőktől a szavannákig előfordulhat, kígyókkal, békákkal, gyíkokkal és rágcsárókkal táplálkozik. 15-ször mérgesebb bármilyen kobránál, éjjel aktív, rendkívül erős neurotoxikus mérge, főleg izombénulást okoz, mely a légzőszervi rendszer leállásához vezet. Éjszaka sokkal agresszívabb, harapása egyáltalán nem fájdalmas. Maráskor nagyjából 10 mg mérget juttat áldozatába, a halál a harapás után 6-8 órával következik be. Kedveli a vizet. A megmart emberek megközelítőleg 80%-a hal meg az esős időszakban. Beköltözhet a házakba, és mivel előfordul, hogy marása nem igazán érezhető, az áldozat felkelés előtt meghal. Kis pikkelyű tajpán. A szárazföldi kígyók közül a legerősebb méreggel rendelkező kígyó. Több alfaja is ismert, színe főleg sötétbarna, de évszaktól függően változhat, akár olajzöld is lehet. Hasa inkább sárgás, feje sötétebb, hossza elérheti a 2,5 métert. Főleg Ausztrália füves, száraz belső területein él, de találkozhatunk olyan alfajával, amely Új-Guineában is megtalálható. Főleg rágcsárókkal, kisebb emlősökkel, madarakkal táplálkozik, tojásait más állatok elhagyott üregeibe lakja le, általában számuk 1-2 tucat között változik. Belher tengerkígyó. Állítólag a világ legerősebb mérgű kígyója, sőt a világ legmérgesebb állataként tartják számon. Viszonylag vékony testű, a kifejlett példányok hossza elérheti az 1 métert. Színe sárga, zöldes-feketés csíkokkal. Érdekessége, hogy utódait elevenen hozza a világra. Tojásból az állat testében már kikelnek. A Timor-tengerben, Észak-Nyugat-Ausztrália partjainál, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Új-Guineában, a Salomon-szigeteken és kisebb csendes-óceáni szigetek körül fordul elő. Kagylókkal és halakkal táplálkozik, nem agresszív. Főleg halászokra jelent veszélyt, amikor véletlenül a hálójukba akad. Harapása nem fájdalmas, ezt teszi még veszélyesebbé. Mérge rendkívül erős mitotoxin, amely a legfrissebb
legfrissebb kutatások szerint a világon a leghalálosabb. Néhány milligram méreg rengeteg ember halálát okozhatja. Egy marás után néhány perccel bekövetkezik a biztos halál. Miután a méreg hatni kezd, rendkívüli fájdalmakkal nézhet szembe az áldozat. A Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. Bár ennek a kígyófajnak a legveszélyesebb a mérge, nem felel sok halálért, mivel igencsak ritka. Szerintetek ezek közül melyik a legveszélyesebb? Írjátok meg kommentben a véleményeteket. Iratkozz fel te is a csatornánkra, ha szeretnél még hasonló videókat látni.